Nos, sziasztok, Zsuzsetta vagyok, és igen, késő van most, de el akarok kezdeni nektek egy Elsvid útmutató videót, hogy úgy nevezzem, útmutató videó, hát igen. Itt mindent megtaláltok, ez igazából egy videószerkesztő program, ami kicsi, hát hogy mondjam, kis helyet foglal el a gépen, valamint nem egy nagyon bonyolult program, nincsenek benne különleges effektek, de épp elég arra, hogy összerakj egy videót, felgyorsítsd, zenét rakja le, és feltöltsd YouTube-ra egyenesen a szerkesztőből. Itt el lehet ugye nevezni a videót. Videó neve. Videó leírása. Itt tudsz neki kategóriát kiválasztani. Nekem mondjuk a gaming szokott lenni, és itt tudsz hozzáadni olyan szavakat, amivel a keresőben ugye magát a videót jobban megtalálják. Ezeket nem kell csak space-el elválasztani, mondjuk szó, karika, tesi, matek. És ugye, ahogyha valaki beír bármelyik szót innen, a keresőbe ki fogja dobni a te videódat, legalábbis remélem. Szóval, amit még nagyon tudni kell róla, az maga a zene kiválasztása. Az a baj, hogy hangot nekem nem vesz, HD, USB kamerám van, és maga a kamera bírja azt a képességet, hogy vesz hangot is, de ezt ugye nem érzékeli külön a Elsvid, amúgy lehetne vele hangot tenni, akinek van külön mikrofonja, annak érzékeli, csak be kell állítani, nem sokára mondja, hogy hogyan. Szóval itt van, hogy zene, és ugye itt halljátok a zenét. Nem kell megnyomni, mert akkor kiválasztjátok, csak az ekeret elviszed, és akkor lejátsza a zenét. És amelyik tetszik, az kiválasztod, és megnyomod, és akkor ugye hozzáadja a zenéhez, és ezt fogja a videó alá konvertálni, maga alá, klip alá, és ezt nem muszáj a videófelvétel előtt beállítani, ezt lehet a videófelvétel után is, ugyanúgy rárakja a videófelvételre, ezzel nem kell foglalkozni. Ami sokatoknak problémát jelent, az maga a felvétel igazából, de előbb még legyen egy olyan, hogy ugye T betű árulkodik arról, hogy szöveg, itt ki tudjátok választani betű stílus, nincs olyan túl sok, meg is mutatja nekünk, hogy milyen fajták ezek, és itt tudtok szint választani a betűnek és a háttérnek egyaránt, és akkor ide ezt kiradgatok, és akkor szöveg, finish. És ugye itt csak a szövegnél lehet azt csinálni, hogy kihúzzátok amekkorára akarjátok, amilyen hosszú legyen a klip, és ugye a klip végére pár másodpercen belül a zene elhalkul. Szóval igen. Hozzá lehet adni videót. Ezt én nem is tudtam. Dokumentumok, Bandicam. Mondjuk adjunk hozzá egy Combat 3-as videót. Így. És akkor hozzáadja. Itt szokta feldolgozni alul. Aha, feldolgozza. Értem. Hát ezt sokáig folytatni, ez nekünk nem kell. És akkor ugye itt lehet játékot venni. Itt kell ugye magát a játékot megnevezni, hogy mit vegyen, vagy mi az Isten. És akkor elkezdi keresni elvileg a gépedem, vagy ha jól tudom, akkor a gépedem. Nem kell. Itt tudtok külön hangot venni hozzá. That's a second left to the end of your video. Please move the playhead to the left and record again. Aha, tehát ide kell hozni, és így vesztek fel hangot. És ezt megnyomjátok, és elvileg abba hagyja a hangfelvételt. De, ja, itt lehet a hangot ugye robottá, vagy bármi ilyesmivé alakítani, ezt külön ki lehet próbálni persze, de hagyjuk, jó? Ezt meg így letöröljük, mert nem kell. Maga a felvétel az ugye itt működik, a capture screen-en. Igen, hogyha bejönne nektek egy oldal, ide be szokott jönni egy oldal, ugye itt
Na, egy pillanat, megoldom. Nem oldom meg. De elvileg be kell jönni egy oldalnak, ahol ugye ugyanilyen lancsal ki van írva, hogy akkor start recording, vagy már nem tudom mi, és akkor visszaszámol 3, 2, 1, kik a képernyő, itt alul a tálcán be kell, ki kell választani, melyiket akarod felvenni persze, és akkor elkezdi venni, és itt alul lehet kikapcsolni majd, mert itt szokta kirakni a kis ikonját, ugye, hogy lekapcsolni vagy lesztápolni, mind a kettő ugyanúgy működik. Hála Istennek van rajta stop, viszont vágásmód az nincs még rajta, szerintem még fejlesztik rajta, tehát még lesz újabb verzió. Egyelőre ez a legújabb verziója magának a videóprogramnak. Nem tudom miért, de nincs rajta vágás, tehát nem tudsz levágni, de a többi majd legközelebbre fog jutni, remélem, hogy segítettem már, akinek kellett vele. És itt tudjátok feltölteni a videót, és akkor be kell jelentkezni, le kell okézni, és akkor itt elkezdi tölteni alul. Jobb esetben, hogyha a videoklip, akkor olyan 5 perc alatt kész van. Maximum 15 perces lehet, mert ez is csak próbaverzió. Ámint nekem, a videóprogram letöltési linkjét megtaláljátok a leírásban, remélem, hogy segítettem. Szóval, sziasztok!